Isten igéje, Isten igazsága szabad át tud tenni minket minden fájdalomtól, félelemtől. János 8.32 azt mondja, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. A mi életünk olyan, mint egy zászló. Ahogy éljük az életünket minden nap, azért bizonság kell, hogy legyen a környezetnek, és természetesen Istennek. A mi életünk meg tudja Isten változtatni mindannyiunk életét. Van, aki lemond magára, azt mondja, nem, az én életemben már nem lesz változás. Akkor te lemondtál a holnapodról, lemondtál arról, hogy jobb idők jöjjenek az életedbe. És mi szeretnénk megváltozni, és ahogy változunk hétről hétre, szintről szintre, Jézus képére és hasonlatosságára, Isten fel tud minket emelni. Szellemben az életünk valóban olyan kell legyen, mint egy győzelmi zászló, hisz most ünnepeltünk nemrég a feltámadás ünnepén, hisz a feltámadás ünnepe arról szól, hogy Jézus egy új életet hozott el az egész emberiségnek, az életét adta a váltságul, és mindenkinek szabad utat ad, hogy a menny királyságához tartozzon. És ezt arra használjuk fel, hogy kimutassuk a világnak azt a fajta győzelmet, ami bennünk van, ő által, aki minket szeretett, aki az életét adta a váltságul, és ez a zászló, amely, ez a győzelmi zászló, amely Jézus jelképezi, hisz ő több, mint győztes, és ő a fej, és mi a testhez tartozunk, mindegy, hogy hol helyezkedünk el, de ha a fej győzelemben van, akkor a testnek is győzelemben kell lenni, és felül kell kerekedjen az egész világon, felül kell kerekedjen minden emberi gyengességen, minden mulasztáson, vagy bármilyen érzelmi nehézségen, ahogy éljük az életünket, és ahogy kezeljük az embereket, éljük a mindennapjainkat, a mi életünk egy közvetítés a világnak. Valójában rólunk vehetnek példát is, vagy akár el is ítélhetnek minket. A mi életstílusunk meg fogja mutatni az Úrban való járásunkat. Amikor Isten szerint éljük az életünket, akkor az ige szerint egy üzenetet szólunk az emberség ellen. Mert ki a mi ellenségünk? Nem test és lélek ellen van tusakodásunk. A fejedelemségek hatalmaságok az élet sötétségének a világ bírói ellen. És valójában emberek képében fog téged megtámadni e világ istene, de mi felül kerekedünk ezen, hisz mi legyőztük a bárány vére és a bizonság tételünk szabálta, bármilyen nehézsége, vagyis felül kell kerekedjünk a mindennapi problémán, a sértésen, és minden nehézségen, majd kicsit a vigasztalásról is szeretnék beszélni, és szeretnénk felül kerekedni a bárány vére által minden helyzeten. Az örömön és a boldogságon és a békességen azon az emberen, amelyen akar még felül kerekedni, bár a jóhoz soha nem elég, de mindazok a napi helyzetek és napi körülmények, amikor szembenézünk a nehézségekkel, nekünk az Istentől való döntést kell hozni minden nap. Élni az engedelmességbe Isten irányába, és az meg fogja határozni a mi életünkben a győzelmet. Nem csak simán úgy van, hogy hú, ide eljönnek, és átveszük a kezünket, és meggyógyulnak az emberek. Hosszú útja volt ennek, ami ide elvezetett. Több mindent le kellett tenni, Isten megvizsgált, és a mérlegbe vetett. És az elegendő, hogy Isten mércéjében benne vagyunk, és Isten mérőedénye szerint mér meg minket a mindennapi életünkben valóban. A mi életünk kell, hogy Istent mutassa, és olyan legyen az életünk, mint egy függővon, amely ugye a gírbe-görbe utakat ki tudja egyenesíteni, és ez bár így lenne, de nem bántunk senkit, mindannyian növekszünk hitről hitre, szintről szintre, és a kenetünk mértéke, a hitünk mértéke függ a mi engedelmességünktől. Egy olyan fajta hit életmódot kell felvegyünk, hogy az ellenség ravasságaival meg tudjunk állni minden helyzetben és minden körülményben. Az erő itt van, és itt van a kenet. Hát az csodálatos, amikor ezt közvetíthetjük a világnak. Hálát adunk.
És a második Timóteus 2:1-2 azt mondja, de azért a munka terhét hordoz, és de annak okáért én fiam erősségél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben, vagyis néha meg kell osztoznom nehézségekben, hogy jó katonává, jó gyermekévé váljunk Istennek. Tudjuk, hogy Krisztus is szenvedett érettünk, példát hagyott, hogy az ő nyomdokait kövessük. Tudjuk, hogy Jézust a szenvedés tökéletessé tette. A keresztény életünk egy csodálatos élet. 23 éve járok az Úrban, és sok mindent láttam, hallottam, és sok mindenen mentem keresztül. Isten sok mindent elkért tőlem a fejlődésem érdekében, és ugyanúgy tőled is, de mindig javamra és épülésemre vár. Bármilyen nehézségen mentem keresztül, nem álltam meg a pusztába, hanem átmentem rajta, és valójában a pusztában tudjuk meg igazán, hogy mennyire lehet Istenre számítani, és a hajlandók és engedelmesek vagyunk, a földjaival tudunk élni, megfizessük az árat. Krisztus szenvedett, példát hagyott nekünk, mi az ő nyomdokait kövessük. Persze ott van Jézusnak a kereszt, és mi nem akarunk meghalni, szó sincs erről. Az 1 Péter 4:12-13 azt mondja, szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely megpróbáltatásul támad köztetek, mintha valami rémületes dolog történik veletek. Sőt, amennyiben részletek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenéskor vigadozva örvendezhessetek. Nem nazarénusok vagyunk, nem akarunk állandóan szenvedni, de vannak próbák az életünkben, és kinek nincs a világ, nem tud hova fordulni, és nincs segítsége. Nekünk viszont itt van az ige, a Szent Szellem, az Úr Jézus Krisztus, Isten csodálatos igéje, ereje, a Szent Szellem kenete, és amikor mi próbákon megyünk át, a hitünk meg lesz próbálva, és hát nem lepődünk meg, hogy ilyenkor osztozunk bizonyos nehézségekben, és átmegyünk rajta, de kifitását segítse, és mondja, hogy légy erős. Amikor a Szentírás azt mondja, hogy örüljünk, amikor különféle kísértésekbe esünk. Miért? Miért kell örülni ennek? Hát egyrészt, mert amikor szorít a cipőnk, akkor örülünk, ha egy kényelmesebb cipőhöz jutunk. Amikor egy olyan keskeny úton, szoros ösvényen megyünk át, ahol meg vagyunk szorongatva, akkor bizony örülünk, mert tudjuk, hogy lesz kimenekedés onnan, mert ez az állapot nem tart örökön örökké. És mi gyermekek örökösök vagyunk, és örökös társai Krisztus Jézusban. Az ő dicsőségében osztozunk, hát előfordul, hogy a szenvedés is benne van az életünkben. Hát ha akarunk erőt, alázatos szívvel, a kenetet, a kegyelmet, a békességet, az örömet, Isten békességét, mert minden értelmet felülhalad, bennünk kell éljen a Krisztus és az ő dicsősége. Hálát adunk, még akkor is, ha megbántanak, elárulnak, bármi rosszat tesznek ellenünk. Hát ez benne van, a világban is tettek, és én hálát adok minden nap Istennek, hogy Jézus példát mutatott, hogy még az árulója lábát is megmosta. Példaértékű, amit Jézus nekünk mutat, arra irányítsa a mi életünk folyását, hogy tartsunk ki, Jézus is kitartott. Átment a nehézségen. Meghalt, de feltámadt, és most a mennyei atya jobbján ül. Az atyával osztozik a dicsőségbe, és közben jár érted és értem, mikor a sátán kikért minket, hogy átmenjünk akár a síralom völgyén, mert még a halál árnyékán a völgyén járunk is, az ő veszője, botja, vigasztal minket, de a Szent Szellem és az ige maga az Úr Jézus Krisztus, és kezdetben vala az ige vala Istené, és Jézus ugye testet öltött, élővé vált, amikor Jézusért teszünk valamit, akkor az emberek lehet, hogy el fogják mondani, hogy te nem vagy igaz. És semmi nem működik nálad. Ez néha fájdalmas az embernek, amikor mi sem vádolják, de meg kell hoznunk egy döntést, hogy mi elbánunk a fájdalommal és a csalódással. És úgy, ahogy Isten előírta, és szeretni az ő igéje szerint. Mert megemlékezünk, hogy amikor megsérülünk, akkor néha érzik a szívünk, mert valaki elárul, vagy valaki nehézséget okozott neked, ez fájdalmas, de döntést kell hozni. Persze lehetsz dühös,
akár még gyűlölködhetsz is, és megbocsátatlanságra is járhatsz. De az nem fog előrevinni Isten királyságába. Nekünk meg kell bocsájtanunk. És azok az emberek, akik rosszat tettek, néha a családi tagjaink is, vagy bárki, akik rosszat tettek, és sebeket okoztak nekünk, ezt el tudom mondani, hogy ez nem tart örökké, ez a sebb hely, és ez a fájdalom, ez a nyílt sebb. És Jézusnak is fájdalmat okoztak, és ott voltak a sebb helyek, ugye, az ő testébe. De évek múlva már ezek csak apró hegek lesznek. Nem is fogsz igazán rá, csak talán azok a hegek fognak emlékeztetni rá. És amikor Jézus megsebesített, vérzett, és mit mondott a kereszten? Atyám, megbocsájtok neki. Neked is meg kell bocsájtanod, mert a megbocsájtatlanság betegségbe tart. Jézus akkor megmutatta magát a tanítványoknak, nem tértő sebeket mutatott. Ő csak a sebb helyeket mutatta. Ma Jézus a főpapunk, ő értünk fohászkodik, közbejár, és hálát adunk érte. Vannak közöttünk, akik sajnos megsértettek, és érzik akár a szívük, és Jézus ott áll érted, imádkozik, és könyörög érted, hogy Isten őt éljene, hogy adjon neked Isten megbocsátó szívet, hogy ki tudjál jönni ebből a nehézségből. Jézus kifizetett minden árat, és a sebeit sebb helyeké fognak válni, mert osztozok Jézus szenvedésében, de ezeknek el kell menni. És minden seb, amit Jézusért elszenvedünk, az erőt fog előhozni. Bölcsességet, kijelentést, vagy kenetet. A kenet az erőt is jelenti. Az, hogy lesz erőnk a további útra, a további élet fenntartásra, hogy lehet, hogy többet már nem tudnak megsérteni azokon a területeken. És ezek a sebhelyek, amelyek rajtad vannak, ezek egy hatalmat is adnak neked. És kitartás. Nem tudom, te hogy vagy vele, de engem dühössé tesz a sátán, amikor így kikér. És nem engedem magamat, hogy elcsüggedjek, hanem még erősebben, még magasabbra akarok menni, és avval az erővel tovább haladni, és tovább menni, és kitartani. Ez egy fantasztikus odaszállás kíván, mert az ember lehet, hogy néha sírni és zokogni szeretne, mit tett vele az emberek, a környezet és egyebek. Van, hogy néha van hatalom és kenet az életünkbe a szenvedések miatt és a próbák miatt, de amikor megbocsájtok és Isten útján járunk, ez még erőteljesebbé tesz minket. Vagyis örvendeznünk kell ezekben a nehézségekben, amit elszenvedünk az Úrért. Minél több támadást kapunk, és minél több vérzik akár a szívünk, az Atyám lássa, és Jézus is lássa a te sebeidet, és a te szenvedéseidet. És ez neked rangot és fokozatot fog adni, és hatalmat szellembe. Nem mi adjuk ezt magunknak, és nem te adod magadnak. Amikor te kitartasz a próbákban, nehézségekben, az téged biztosítani fog, hogy te növekedsz ezen az úton, és a keskeny úton, a szoros ösvényen maradsz. És hatalomba, szellembe egy növekedés lesz, és példa leszel, akár példa gyanán. Ez egy engedelmes életmód az Úr felé. Ézaiás 1.19 azt mondja, ha hajlandó és engedelmes vagy, a Föld javaival élhetsz. Ha Jézusért szenvedünk, és elmegyünk a csatába, és harcolunk, és lehet, hogy ők megsebesítettek, és Isten természetesen elhívott, hogy mondjuk harcoljunk ezért a kerületért, harcoljunk a hazánkért, harcoljunk a városunkért, vagy akár a családunkért. És egy nap ott állsz a várfalon, és harcolsz, és lelkekért harcolsz, és ott van egy szellemi erő a város fölött, egy erősség, egy fejedelemség, amely veszteséget okozott, akár a városnak, akár neked a családodnak, veszteséget, visszatartást, függőséget, és harcolunk a város felett uralkodó gonosz szellemiségek ellen. És vissza lehet követelni, hogy amiért szenvedtünk, és megsérültünk, és hamisan megítéltek, így osztoztál Krisztus szenvedéseiben. Odállhatsz Isten elé, és elégítheted a te ügyedet. Atyám, követelem vissza, a János 10.10 alapján. Hát, amit a sátán ellopott, a békességemet, az örömömet, és bármi, amire hiányt szenvedsz, az egészségemet. És atyám, ebben a csatában bármit elvesztettünk, visszaköveteljük.
És a te szabad alapján a sátánnak vissza kell adni a pénzügyeinket, a családunkat, az ellopott dolgainkat. Ha Jézusért szenvedünk, van jogunk visszakérni és visszakövetelni, amit elloptak minket. Amikor nehézségekkel nézel szembe, akkor lehet, hogy félelem is bejön az életedbe, de inkább vigasztalásra is van szükséged, mert az ember életét végigkíséri az a vágy, hogy megvigasztaljanak minket, amikor mi bánatba esünk, akár elesünk, és a térdünk felborzsolódik, és akár az életünk, az életekben tragédiák vannak. Hát ez előfordul minden családban, a János Evangélium 14-15-17-ben ugye a Szent Szellemről, mint vigasztalóról szól a Károli Biblia, ez a pártfogó, a Szent Szellem, a vigasztaló. Ez csodálatos, a Szent Szellem olyan személy, aki veled van, nem alkalmi vendég, aki csak olykor betoppan hozzád, hanem egy vigasztaló folyamatos munkát fejt ki, és szüntelen jelen van a te és én életemben. Isten vigasztal minket nagyon gyakorlati módon. Az 1 Sámuel 15-18 alapján Illés nyomában elvettek a királynő utasítására. Ez már Illés. Tudjuk, hogy Jezabel megfenyegette Illést. Neki szüksége volt vigasztalásra. Az élete is veszélybe volt. Nem volt sehol, ahol élelmet kapjon. Egy egyszerűen menekült. Isten elvitte őt egy patakhoz, ahol a horlók etették, és volt víze, és volt étele. Vagy a vérfolyásos asszony, amikor a betegsége miatt 12 évig vérfolyásos volt, és minden pénzét orvosokra költötte, nem jött a gyógyulás. És reménytelennek látta ezt a helyzetet. Ez a Lukács 8:43-48-ban van. És hát ez vigasztaló, amikor Jézus megjelent, és megérintett ruhája szegélyét, és a meggyógyult. Az is vigasztaló lehet, amikor valakinek sokat egyedül kell lenni, és akár meghívja valaki egy jó ebédre, vagy beszélgetésre. Mi támogatjuk az özvegyek és árvák ügyét, ami Jakab 1:27 mondja. Ez nagyon fontos időszak, hogyha valaki elveszti a hozzátartozóját, hát bizony, szüksége van a vigasztalásra, és ki társát segítse, és mondja, hogy légy erős. Nagy lehetőség ez, és hálásak vagyunk Istennek, hogy vannak ilyen keresztények, hogy akár meghívnak valakit, aki nem tudja visszahívni őket. Ha megnézzük Jobb történetét, tudjuk, hogy elvesztette mindenét. Kelet leggazdagabb embere volt, 42 fejezetből áll Jobb története, 8 hónap és 1 évre tehető az ő szenvedés története a Biblia kutatók szerint, és Jobb mindenét elvesztette. És gondoljátok már, Kelet leggazdagabb embere volt, egy szempillantás alatt tragédiák sorozatát élte át. Majd volt 3 barátja, akik egy hétig csendben vigasztalták, de utána aztán szóra nyitották a szájukat. Sajnos jobb lett volna, ha továbbra is hallgatnak, ugyanis hát arra próbálták mondani valójukat fókuszálni, hogy jobb a bűnei miatt szenved, mondván minden szenvedés valamilyen bűn következménye. Nem teljesen. És az ige is azt mondja, hogy nincs, aki 100-aniknek adna vissza ezen a világon, ugye? Fittestvért, nőtestvért, apát, anyát, és az üldöztetéseket. Nem tudom, hogy most vigasztalásra van-e szükséged, és valószínű, azért mindenkinek jól esik, ha vigasztalják, enyhítik a szenvedését, akár egy halálos betegség, egy válás, vagy gyermek elvesztése, vagy egyszerűen csak valami probléma a munkahelyeden, a családodban. És lehet, hogy néha mások is rátesznek egy lapáttal, és lehet, azt mondják, hát nem volt elég nagy a hited, vagy bűn van az életedben, és keresik a felelős. Hát ez nem igazán jó. A háború kapcsán tudjuk, hogy mindig van egy ellenség, és ugye az ellenség ellen menne. De néha az emberek a velük együtt harcoló szövetségeseket megtámadják. Ez nagyon komoly dolog. Valamilyen okból kifolyólag nem az ellenséget tekintik célpontnak,
hanem a saját közösségüket, és akár a saját családjukat, akár a saját gyülekezetüket, akár olyan embereket, akik lehet, hogy jót tettek, és pillanatok alatt el tudják felejteni. Itten ezeket baráti tüzeknek is hívom, amikor a sajátjaik a velük együtt lévőket támadják meg. Voltál már ilyen helyzetben? Nagyon sok minden a lelki segélyszolgálatban 23 év alatt megértem, amikor a sajátjaikat lövik az emberek, és végig sem gondolják néha a szavaik hatását, a cselekedeteik hatását, és mindazt a károkat, amit tudnak az emberek egymásnak okozni. És amikor ők kerülnek olyan helyzetbe, hogy szükségük lenne vigasztalásra, akkor nem tudom, hogy ők mit fognak kapni. Mi minden esetre mindig vigasztalást szeretünk nyújtani, mert az a megtörés folyamata, amikor az ember gyászban van, nehézségben van, hiányokban, betegségben van, az nem egy könnyű esemény a vesztességgel szembenézni, és hát inkább szellemi vigasztalásra van szüksége az embereknek. Az Isten atyai szívéből fakadó vigasztalás, az egy csodálatos, az békességet tud hozni. A vigasztaló meg tud minket vigasztalni, az Úr örömébe tud vinni minket, ne tekintsünk a láthatókra, és te se tekints, és kérlek, hogy inkább Jézushoz menjél közelebb, hagyd a problémákat, vesd az Úrra, ne félj a holnaptól, mert Jézus már kifizetett minden árat. Az Atya szívének szándéka mindig az építés, és mindig a szeretet. Jézus is sír veled együtt, amikor te sírsz, és amikor te szenvedsz. És az Atya szándéka, ahogy mondtam, az építés, és nem a rombolás. És a mennyei Atya vigasztalására van mindenkinek szüksége. Hálát adunk ezért, hogy Isten bármilyen nehézségen, fájdalmon és szenvedésen is kell átmenned. Isten elkészített már nekünk mindent. Ő a kezdetnél megjelentette a véget, és szeretettel és örömmel támogat téged, és felemel harmadikban elesel, és a hetedikben sem illet veszedelem. Néha az emberek nem úgy gondolnak a vigasztalásra, ahogy cselekszik. Mert néha vigasztalás helyett egész más jön ki a szájukon. Én azt mondom, hogy az 1 Korintus 1.3.5 szerint áldott legyen az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, akinek irgalma bőséges, és aki minden vigasztalás és bátorítás forrása. Ő biztat és bátorít bennünket minden bajba, hogy meg tudjunk vigasztalni és erősíteni másokat, amikor ők bajban vannak, és ugyanígy bátoríthassunk mi is, hogy bőségesen kijut persze a Krisztus szenvedéséből, de bőséges megerősítést kapunk Jézus Krisztus által. Tehát nektek keresztényeknek nem azt ajánlom, ha valaki bajban van és lent van a földön, és több támadás érte, és betegség, és sorozata a nehézségeknek, akkor ne azt kutasd, hogy milyen bűnt követett el X és Y, jobb se követett el semmiféle bűn. Egy pici félelem volt a szívébe, és az pedig mindenkinek van. A legtöbben az emberek félnek így születő, meg egy természetes emberi jellemmel, benne van a jelen vonásban is a félelem szelleme, Isten pedig vigasztalót elküldte, és Jézus elment, hogy helyet készítsen. Ne gyengíts magadat, kérlek, mert lehet, hogy ezt a tulajdonságodat éppen nem tudod elfogadni, ami most van, akár a család miatt, a világ miatt, és különféle körülmények miatt, és lehet, hogy a tükörben nézel, és azt mondod, nincs semmi. Lehet, hogy néhányan azt mondják, hogy semmi sem az én hibám, és másokat kárkoztatnak. Amikor még ponton van az ember, akkor minden elég rossz. Nem állt sem önmagad, sem másokat. Mert ez a szellemiséggel, amikor kimész a világba, ezt fogják érzékelni az emberek rajta. Nekünk egy pozitív irányba kell működni, Jézus soha nem vallott negatívan. Hasznos lenne, hogy amikor te ilyen nehézségekben vagy és mély ponton, hogy vizsgáld meg magad, amikor
erős kritikát kapsz, vagy megítélnek téged, vagy bántanak, akkor ne hangosítsuk fel a belülről jövő dolgokat, ami fáj, mert az ki fog belőlünk áradni. Nekünk a szabadulás kell jönnie. Mi nem félünk, mert a félelem szellemét nem adta Isten. Isten az erő, a szeretet, a józanság szellemét adta. Valójában a félelmeink úgy jönnek hozzánk, hogy helytelen dolgokra tekintünk, és nem akarom, hogy a félelmeink legyőzzenek, sitetlenségbe kerüljünk. Tehát ha jobbnál maradunk, egy kicsit félt jobb, és ez megingatta az ő erejét. És így a sátán be tudott egy oldalon lépni, és minden oldalon megtámadta őt. Néha még a keresztények is bizonytalanná válnak, és a félelmek erősebbé lesznek az életükben. Jézus Jajusnak azt mondta, amikor a lányának közölték a halálhírét, ne félj, csak higgy, a lánya halálhírét vitték, ugye? És a Márk 4.37-ben a galileai tenger hullámai hatalmasak voltak. Péter volt az egyedüli, aki vizen járt. És azt is tudjuk, hogy Jézus mégis kicsiny hitűnek nevezte. Mert jött egy hullám. Az lehet a te problémád, az a hullám. Ne engedd, hogy megfélemlek. Nem kell feladnunk, és nem kell megfélemlenünk. Ez csak a sátának a praktikája. Ő azt akarja, hogy te féljél. Azt akarja, hogy féljél az emberektől, az ismeretlen körülményektől, a szegénységtől, a haláltól, a betegségtől. A körülményeidből a félelmeket el kell parancsolni. Mert Isten nem a félelem szellemét adta neked. Istennek nem az akarata, hogy remegjél és féljél. Természetesen a legnagyobb dolgokat lehet, hogy félelembe tettük meg, de kitartottunk és végigmentünk. Mert Isten jó dolgokat készített nekünk. Szembe kell nézned a félelmeiddel, a fájdalmaiddal, és ne futanod meg, mert betegség lesz. Akkor megadod magad, és azt mondod, hát nem én győztem, nem a családom győzött. Nem, Uram, kérek új lehetőséget, egy új kezdés. Minden nap megújul az Úr kegyelme, és Isten áldását el kell venni. Mert Isten nem vesz el, Isten nem ront. Isten épít, ő a bőség Istene, ő hosszú életet ad, a Filippi 4.19 alapján betölti a szükségedet. Úgyhogy ne remegj, ne futamodj meg, minket győztesnek nevez a Biblia. Kenneth Hagin szerint mi a győzedelmes gyülekezethez tartozunk. Jézus nem egy legyőzött senki, Jézus az univerzum legmagasabb fokán ül, a mennyei atya jobbján, a harmadik égben, és ő a fej, és mi a test, mi remegni valód van. Ne engedd, hogy állítson a félelem, a megbocsájtatlanság, a kétség. Természetesen nincs ember, akit ne kísértett volna meg a félelem szelleme, de nézzél szembe vele. Ha sikeres akarsz lenni, le kell győznöd. Azok a győztesek, akik nem állnak meg, még a félelem meg akarja őket állítani is. Hisz a félelem része az érzelmeinknek. A sátán megpróbál férje a főnöktől, a férjettől, a körülményettől, az apától, az anyától, és bármitől. Ne állj le! A győztes mindig megteszi, hogy tovább megy. Bármitől is fél. A Biblia hitben nem az a lényeg, hogy mit látok, és mit érzékelek, mit hiszek, hogy átmegyek, hogy győztes vagyok, bármit is kitalálnak ellenem, bármit is mondanak rólad és rólam. Persze vigyáznunk kell, kikkel veszük magunkat körbe. A Lukács 1.74 azt mondja, hogy megszabadulván a mi ellenségeink kezéből, félelem nélkül szolgáljunk neki. Ki a mi ellenségünk? A tollaj, aki nem egyébként jön, lopjon, nőjön és pusztítson. De Jézus azért jött, hogy életünk legyen, hogy bővölködjünk. Jézus életet és szeretetet hozott a világnak. És nem remegést, és nem kárhoztatást, és nem ítélkezést. Jézus hatalmas árat fizetett a mi békességünkért, az örömén és a szeretetért. És aki elfogadja a mi szeretetünket, azt oda tudjuk adni. Aki nem fogadja, arra mi nem tehetünk. Fogadó szívre van szükség. A félelem mindig kötés az elmébe. Minden félelem valamilyen hiányon alapul. A milyen hiányunk le? Pénz hiány, szeretet hiány, boldogság hiány, társ hiány, egészség hiány. Hát nagyon sok minden lehet. Nem jó a félelem, mert gyötrelemmel jár. Köszönjük Istennek azt, hogy megszabadít minket,
ezekből a nehézségekből. Fejlődésre és növekedésre van szükségünk, hogy mind többet és többet Istenből, és semmit magunkból, és semmit a világból. A világban voltunk, de akkor nem voltunk ilyen boldogok. De Jézussal boldogok vagyunk, és többek vagyunk, mint győztesek. És hálát adunk. Ha fejlődést akarunk, és kegyelmet, és kenetet, akkor a hústestünknek nem nagyon szabad engedelmeskedni. Viszont mi hozzuk Isten élő igéjét, ahogy az írás mondotta, élő víznek folyama jönne a belsejéből annak. Az élő víznek a folyama az Úr Jézus jelenléte és ereje. És Jézus ígéri nekünk, hogy világosságra hoz titkokat, és a folyó az pedig határtalan, és ki nem fogy. Szükségünk van az élő vízre, szükségünk van az Úrnak a jelenlétére, az ő bölcsességére, az ő erejére, a Szent Szellem kenetére, és az Úr dicsősége itt van a házban, együtt lakoznak az Atya fia, ahol nem mérlegelik egymást, hanem egymást támogassák. Adok, hogy sok szellemi áldást és dicsőséget élünk át az Úr házában. Ezért nem jó, ha megadjuk a Szent Szellemet, mert akkor elvonul az életünkből. Bocsáss meg, és nem áldaskodj. Legyen a kapcsolatod Jézussal szoros és dicsőséges. Köszönjük, Uram! Már tanulunk elengedni embereket, helyzeteket, nehézségeket, válaszkodásokat és bármit. És nagyon sokszor mondom, Uram, mind kevesebbet belőlem a testemből, és mind többet belőlem, segítsen nekem, hogy a jövővilág Istenre ne legyen bennem semmilyen, se megbocsátatlanság, megbotránkozás, szét nagyon gyorsan helyre kell állítani a kapcsolatunkat Istennel, ha megrontottuk, vagy megbontottuk. Ne adjunk helyet egyrészt a világnak, hogy ő ítéljen meg minket, mert az fájdalmas dolog. Hanem álljunk ki azonnal a törésre, Uram, bocsáss meg, még ha elrontottam is, bármi is történt, kérlek, szabadíts meg ettől a kínzó érzéstől, meg akarok bocsájtani. És a Szent Szellem kenete drága kincs, és nagy az ára. Isten megpróbál téged is, engem is, hogy vajon megfizessük el az ára. Hát, lehet, hogy az ár nagy lesz, és lehet, hogy fájni fog. Az életem folyamán, a szolgált életem folyamán Isten sok mindent elvett tőlem, ahogy tőled is elvette a kedveléseimet, a hobbijaimat, és nagyon sok mindent el kellett engedni, és nagyon sok ember, és volt a sikereket is el kellett engedni, és új napokat kezdeni. De azt is ugyanolyan buzgossággal kell, hogy kezdjük, és bátorítani magunkat, amikor nincs, aki bátorítson, amikor nincs, aki felemelje a kezünket, akkor is vigasztalást kell vennünk, mert Jézus mindig velünk van. Akkor is, ha elvesztettünk nagyon sok mindent. Isten mindent lát, hogy mit adtunk oda önként, hogy mit vesztettünk el, hogy mit loptak el tőlünk. Isten látja az életedet, Isten látja a körülményeidet, Isten nem feledkezik el rólad. Ő le fog szállni a megfelelő időben és a megfelelő helyen, és fel fog emelni téged is, és engem. És lehet, hogy Isten ma olyat kér tőled és tőlem, ami lemondással jár. De tudd, hogy látszólag bármit is kér ma az Úr tőled, vagy az Atyád, vagy a Szent Szellem kijelentés által, és le kell mondjál róla, ne fájjon a szíved, se ne féljél. Mert Isten mindenért kárpótol, és akár a lemondásod egy dupla jutalom, a gyalázatunkért kettős jutalom illet. Ez az Úr szolgáinak öröksége. Ez egy teljes odadás, egy imabeli felajánlás, hogy Uram, a szívemből jöjjön ki az életed. És igen, odaadom a szellemem, a lelkem, a testem, hogy szolgálhassalak, hogy a te életed élhessen. Mert eleget éltem úgy, mint a világ, és eleget szenvedtem, és eleget nem tudtam megbocsájtani, de én egy új életet kezdtem, és az új élet bennem kezd kivirágozni, és mások irányába tudok adni. Lehet, hogy te is így vagy, és rengeteg embert el kellett engedni. Miért? Hogy százanig kapjak vissza, és lehet, hogy most itt állsz a keresztútnál, és valamit el kell engedned, neked is, nekem is. És ez fájdalom a hústestünknek, elszakadni a körülményektől, a lehetőségektől. De nincs, aki százalék megkapna vissza.
ezen a világon, és a jövendő világon az örök életet. Adj magadnak időt a megadásra. Igen, hajlandók vagyunk megfizetni az árat. Lehet, hogy azt mondják, jól elbántak veled, ennyi vesztesség. De nem vagyunk vesztesek. Mi többek vagyunk, mint győztesek. És ez hozzáállás kérdése, hogy a veszteségből is győzelmet tudunk kovácsolni. És ez az isteni fajta hit. Ez az, amely nem tekint a láthatókra. Ez az, amely felemel minket, amely átsegít hegyen, völgyön, a halál völgyén, az emberi gonosz szájakon, a megméretésen, és minden nehézségen, amit a világ tud nyújtani. Isten viszont olyan tud nyújtani, amit a világ nem ad. Sok ember szeretné azt látni, hallani, amit te látsz, amit te hallasz, amit mi hallunk, amit mi látunk. Adj fel mindent ő érte. És bocsáss meg. Bocsássatok meg. Engedd el a múltat. Takarítást végez az életedbe, az elmédbe. Miről gondolkodsz, miről beszélsz, mert amiről gondolkodsz, arról fogsz beszélni. És az fogja a szívedet teljesen elítélni. Ne legyen túl zsúfolt az életed, és zűrzavar és rendetlenség legyen ott. Szabadulj meg az zűrzavaros érzésektől, és ne sajnáld magad, ne sajnáld, mert a Róma 8.14 szerint, akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek fiai. Tudjátok, az érzéseink, és az érvelés is mindig az elméhez kötődik. Nem. Takarítsd ezt ki. Lehet, hogy bezsúfoltál sok érzelmi nehézséget. Lehet, hogy egy válás megrendített. Lehet, hogy egy munkahelyváltozás megrendített. Lehet, hogy egy emberi gyarlóság megrendített téged. De menj tovább, nézd meg Jézussal, mi történt. És nézd meg az Atya, mit tett vele. Az univerzum legmagasabb fokán ő, a feltámadt Úr Jézus Krisztus. Őre méretett minden betegség, fájdalom, bűn és korbácsolás és minden gonosz. Vére rajtunk, és mindenki letörte és elutasította, ami úrunk akkor is dicsőséges volt. És az is most is, ő tennap, ma, és mindöröki ugyanaz. Lehet, hogy a világ elutasít, lehet, hogy a világ letör, a világ azt mondja, hogy nem vagy méltó, minek élsz a világon. De Jézus azt mondja, én a kezdetnél megjelentettem a véget, és gyermekem, te több vagy, mint győztes. Én általam, aki szeretlek, és az én szemem fénye vagy, és méltó vagy. Méltó vagy arra a munkára, amire elhívtalak, és méltó vagy arra, hogy másokat felemelj, hogy másokat szeress, hogy másokat támogassák, mert erre hívtalak el, mert megbecsült szolgám vagy. Igen, ez az én akaratom, gyermekem. Ne tekints a világra, ne tekints a szájakra, ne tekints arra, amit téged teljesen lehúz. Én felemellek téged a hegyek, a kísértések szintereire. A hegyeket nem másszuk mi, hanem mozgatjuk. Mozdítsd el azokat a problémákat az életedből. És mindannyiunknak ez a tiszta és feladata, hogy mozgassuk el azokat a problémákat, az elvetettséget, az elutasítást, a hiányokat, a kiközösítést, bármit is veled tudattak, hogy te nem vagy méltó, te nem vagy felkelt, te nem jól imádkozol, te nem jól teszed a dolgodat. Várd meg Isten. Isten nem késik, és nem sír. A megfelelő időben előjön a te felemelkedésed és a te jutalmad. Dicsőség Istennek, hogy bízzál és higgyél. Amen. Amen. Amen.